Sziasztok, kedves barátaim! Egy kis rövid híreket szeretnék nektek elmesélni. Most a július 10-án volt különleges fesztiválunk, ami minden évben szoktunk ünnepelni, és ez a fesztivál abban különleges, hogy bensőséges. Nincsen sok vendég, általában több rész, az a Krisna völgyi lakó, gyerekekkel együtt, ökrökkel együtt, és néha néhány vendég szokott eljönni. Miről szólt? Mesélek. Ez az Arató Fesztivál. Minden gabonát, amit megeszi Krisna völgyi közösség, ez mindig együtt szoktunk learatni. Mindig van egy kis mezőtábla, ahol van búza vagy rozs termelve, és akkor utána, amikor már érett, akkor nagy-nagy-nagy örömmel, ugye ez is egy Istenek a kegye, a gondoskodás, a napsütés, az időjárás, minden, ami hozzájárul, hogy tudjunk táplálkozni, enni, ahhoz, hogy legyünk egészségesek és szolgáljuk az Urat. Ezért ez egy nagy ünnep, és ahhoz, hogy valaki szolgálja Istent, akkor szükség arra, hogy működjön a test, és a testet kell táplálni. A gabona ez egy jó tápláló test számára. Sokan már persze gluténérzékenyek és így tovább, de mi mindig gabona képviseli a megfelelő táplálkozást. Ezek majd máskor beszéljünk az egészségi dolgokat, most beszéljünk az elvekről. És eljött mindenki oda, eljöttek istenségek az oltárról, vagy murtik. Aztán ott volt előkészítve több ilyen kis kinti konyha, több ilyen tűzhely. Volt oltár, akkor volt egy nagyon jó előadás a természetes életmódról, hogy hogyan lehet természetesen önfenntartató életmódot folytatni, vagy fejleszteni, egészségesen táplálkozni. Közösségről volt szó. Srila Sivarama Swami Maharaj, az én lelki tanítómesterem erről beszélt, nagyon csodálatos és nagyon mély előadása volt arról, például, hogy milyen fontos azt is, hogy kivel együtt étkezünk, és hogy mennyire fontos közös étkezés egy jó társaságban, az is közös, közösséget építi, akkor közösségnek akkor van közössége, hogyha van közös értékrendek, és nem csak Isten, ami az az alap, közös Isten, de ugyanakkor értékek, akkor próbáljunk olyan ételt tenni, ami ezen a földön termel, ahol élünk, és másféle még közös értékre van szükség. Lecke után volt egy kis reggeli után elkezdődött az aratás. Aratás, amit látjátok a felvételeken, ökrök segítségével zajlott, mentek az ökrök, körbe-körbe, és egy ilyen kis kaszával kaszálták a buzát. A többi személyek kévékbe kötötték a buzát, és
rakták össze, utána, amikor megvolt kaszálva a buza, akkor csipélés volt. Ki kellett csipélni, utána szelelés, ugye el kellett választani a héját a búza magjától, aztán jött az örülés, és mikor kész volt a liszt, akkor rögtön sütve volt csapáti. Csapáti, ez egyszerű étel, liszt, vízt, kis só, és ennyi, és utána a tűzön ki van sütve, kis lepénkék, nagyon-nagyon finom, és ez egy tényleg egészséges ilyen étel, kis zsiradékot rá lehet kenni utána. Ahhoz, hogy ne száradjon ki a föld, akkor fel kell szántani, és utána ökrökhez volt csatolva a jó kis eke, és bárki, aki lelkes volt, ki akarta próbálni, akkor fel lehetett szántani ezt a kis táblát, ami láttok a videón. Egy jó hangulat, ami ősatyánk is így csinálták, ez egész világban ugyanez a módszer volt, akár Indiában, akár lelki világban, akár Európában, és ez az egyszerű élet és magas szintű gondolkodás nagyon csodálatos, embernek az elméje megnyugszik, a pszichikája is kibékül és meggyógyul. Másképp ez a városi életek, ez a mesterséges étel előállítás, látjunk, emberek csak izgatottak, csak mindenki beteg, mindenki frusztrált és túlterhelt. Ugye azért mondták, hogy megcsinálják ezeket a mesterséges étel előállítását, hogy az ember tudjon, ne kelljen dolgoznia, ugye már nincs is mezőgazdaság, hogy csak élvezen az életet, de nem így van ez. Mindenkinek hajtani kell, és mire dolgozunk, mire hajtsunk, hogy valami műanyagot együnk, és legyünk betegek, és legyünk izgatottak. De egy természetes élet nagyon közel teszi minket az Istenhez is, mert itt lehet érezni, hogy Isten gondoskodik, és ugyanakkor meg itt elégedettség, közösségi érzés, én is valahol tartozok, és boldog vagyok. Ezek a hírek, írjátok kommenteket, voltatok ti már valamikor ilyen aratásokon, valahol, vettetek-e részt, és számatokra mit jelent egy ilyen fesztivál. Köszönöm szépen, majd folytatjunk, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel az oldalra, és majd találkozunk. Hare Krishna!